Jó reggelt. Lehet, hogy már nem is reggel van, meg kéne nézni mennyezit. Csúcstámadás következik. Pontosabban lombkorona szint mászás. Kezdek belejönni. Hála Józsó barátomnak. És már élvezem is, sőt, egyre jobban élvezem. A végén majd nem akarom abba hagyni. Ez egy külön univerzum. A törzsfa. Lehet, hogy valamelyik előző életemben madár voltam. Vagy bele? Nézzük csak. Mi van? Na ne! Ez mikor lehet? Ez sokkal a tölgy előtt van. Ez még a tölgy ükapja előtt van. Gyerünk ide. Egy igazi őserdőben. Mindegyik fa magasabb, mint az én öreg tölgyem. Sokkal magasabb. Azért jöttem, hogy megkeressem az öreg felmenőit. Egyelőre csak fenyőket látok. És mohát, sok-sok mohát. Pedig gomba és korhadék van itt is rendesen. És páfrány. Rengeteg páfrány. És zúzmók. A fákon is zúzmók. Ennyi nedvességtől persze mit várhat az ember. Patak víz viszont kristálytiszta. Akár merre nézek, csak fenyő és fenyő. Azt hiszem, kicsit elszámítottam magam. Ahogy elnézem, itt az öreg tölgy felmenőit nem fogom megtalálni. De még a legöregebbük fájét sem. Ám van itt valami más. Egy siket fajt kakas. Éppen dürrög, azaz teszi ezt szépet. Valahol itt lehet a vetétás is. Na, amit mondtam? Ha most megszólalnék, akkor sem hallana. Egyik sem. Ugyanis, amíg kitátja a száját és köszörüli a torkát, annyi vér torul a fejébe, hogy elzáródik a fülnyírása. Ez az, jöhet a mérkőzés, a hóporond ördögei. Gyerünk, vagy neki! Hangosabban, ez az! Naja, ilyen hótalpakkal könnyű. Az nyert, aki hangosabban leordította a másikat. Hát, elég fura szabályok. Ó, hát ezért volt a nagy felhajtás. A győztes jól megérdemelt jutalma. Megvallom, egy kicsit szégyellem magam, mintha egy hálószoba kulcsukán leskelődnék. Az ott tényleg az, aminek látszik. Azt hiszem, itt az ideje, hogy lelépjek. Talán a dzsungel könyvében olvastam, hogy a vadállatok nem szeretik a tüzet. Nem gondoltam volna, hogy egyszer még visszasírom a lódarazsakat. Öreg tölgy, hol vagy?